A mai fiatalok nem fára, hanem falra másznak. Erre pedig minden lehetőség adott Sátoraljó újhelyen, a Magashegyi Sportcentrum mászófal központjában. Legutóbb a Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium diákjai próbálhatták ki ezt a sportot, ráadásul teljesen ingyenesen. Az oktatási intézmény is élt azzal az országos programától nyújtott lehetőséggel, miszerint 6 különböző sportágat regisztráció ellenében teljesen ingyenesen kipróbálhatnak a tanulók. A katolikus keri a helyi adottságokhoz igazodott. Fontos az, hogy a mai fiatalok megszeressék a mozgást, és ezáltal életmódjukká váljon, hisz tudjuk azt, hogy mennyire mozgásszegény a mai fiatalságnak az életmódja, és ez egy érdekes kihívás, 55 fővel veszünk részt ebben a programban most, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenféleképpen megérte azt, hogy részt vettünk ebben, hisz a diákok jó kedvel és igazi bátorságot szerezve vették az akadályokat, először kicsit félve, utána pedig egyre bátrabban, és az egyre nehezebb pályákat is vállalták már a végén. A fiatalok több pályát is kipróbálhattak, és Kiki saját erejéhez mérten küzdötte le a mászófal adta a kihívásokat. Elsőnek, amikor nekiálltunk próbálkozni, igen nehéz volt, de szerintem akik már többször falat másztak, azoknak sokkal könnyebb volt. Nagyon jó ötletnek tartom, hogy eljöttünk ide. Én inkább csak az egyenes részeken mentem, mert nem voltam magamban olyan biztos, mert téliszonyos vagyok. De viszont kettőt próbáltam ki, és az is nagyon jó volt. Sok élményt nyújt ez is. A tanulók 2 órát töltöttek el a mászófal központban. Ez alatt az idő alatt el is sajátították segítőik, testnevelő tanáraik támogatásának, biztatásának köszönhetően a falmászás legfontosabb fortéjait. Nagyon jó ötlet volt, hogy eljöttünk ide az osztállyal. Szerintem ez a falmászás nem olyan nehéz, csak nagyon fárasztó. Hát elsőnek nagyon nehéz volt, de utána már könnyen belejöttem. Az oktatási intézményben ezen a programon túl is fontos szerepet kap a mozgás, az egészséges életmódra nevelés. Sportágválasztó napot tartanak, iskolakupákat rendeznek, de különféle előadások is szerepelnek az egészség téma körében, melyek mind azt a célt szolgálják, hogy a digitális eszközökkel átszűrt mindennapokban a fiatalok figyelmét rávilágítsák a testmozgás szükségességére is.